Dánia királynője váratlanul bejelentette lemondását hagyományos szilveszteri beszédében. Második Margit lemondása január 14-én válik hivatalossá, napra pontosan 52 évvel 1972-es trónra lépése után. A 83 éves uralkodót legidősebb fia 10. Frigyes néven követi a trónon. Második Margiton hátműtétet végeztek nemrégiben. Úgy fogalmazott, hogy a műtét elgondolkodtatta a jövőről. Úgy érzi, eljött az ideje, hogy a következő generációra bízza a felelősséget mindazért, ami már az ő életükre lesz hatással.